Több rendezvénnyel is készül az idei esztendőre a Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat. Az egyesület ugyanis idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. A program sorozat keretén belül ezúttal népdal találkozót szerveztek, melyre többek között Kétyről, Cikóról és Kisdorogról is érkeztek fellépők. Ez most azért van, hogy egy kicsit jól érezzük magunkat, mert ugye ez a két év, ami volt, olyan nagyon be voltunk zárva, és én szerettem volna, hogyha az egyesített népdalkör is bemutatkozik a Kakasdon, mert az nagyon szép, úgyhogy ezért lett a mai nap. Az eseményen Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is jelen volt. Ő elmondta, hogy fontos, hogy az egyesületek magát a székely nyelvjárást is használják, és továbbadják a fiataloknak. De ezt nem lehet másként. Tehát én úgy gondolom, ennek a módja a legjobb az, hogy gyakorolják a nyelvezetet is ezáltal, és természetesen így kerek. Tehát itt akár hazaszeretetről beszélhetünk, hiszen ezek is lelkesítők, benne van az egész érzelmi, szinte az egész életünk. A tervek szerint a rendezvény sorozat júniusban néptáncversennyel és nyári táborral folytatódik.